Tömény futballtörténelem fogadja Szörnyi úti stadionba belépő szurkolókat. Az immáron Ódon, főlelátó és a pályát övező masszív, áthatatlanul magasodó kerítés az NB1-es időket idézi, de több más aktualitása is volt a vasárnapi rangadónak. A bicskei szakmaigazgató Csordás Csaba fiatal éveiben három esztendőt is eltöltött Zuglóban, éppen 500 meccset lehúzva a kéksárgáknál. A közelmúlt bicskei játékos kereteiből pedig Frölik, Roland és Filipovics Marko is már egy ideje bajnoki címért küzdő házigazdáknál kergeti a bőrt. Ősszel a Fejér megyei alakulatnak sikerült meglepni a BVSC-t, és talán a váratlan vereség közrejátszhatott abban, hogy mostanra Buzsáki Ákos csapatának már csak halomány matematikai esélye maradt az NB2 bejutásra. A bicskeiek szinte pontra éhesen utaztak a fővárosba, hiszen a 4.-6. helyért zajló ETO, BTC, Puskás Akadémia versenyfutás igencsak kiérezett a hajrára. Folytatva a hadományt a két tábor, a Blue Boys és a Bicske Tigers közös poharazgatással kezdte a találkozó előtti ráhangolást, majd igen sportszerűen egymástól alig 30 méterre, de annál lelkesebben szurkoltak végig a küzdelmes meccset az árnyas főlelátón. Sérülések, mint oly sokszor, ezúttal is befolyásolták Csordás kezdőjét, amely most a Szűcs, Pekovszki, Lapos, Vékony, Gassner, Hirman, Popovics, Denzinger, Soron, Wagner, Lencsés összetételben állt fel a nyárias melegben, kifogástalan talajú játéktéren. Korábban bal hátvédként futballozó Lencsés ezen a meccsen a támadósorban kapott helyet, és utóbb ez remek húzásnak bizonyult. Hazai 11 kapott előtt ládra, az 5. percben Szilágyi jobboldali saroklógás után Takács 8 méterről fejelt, de Szűcs biztos kézzel védett. 3 perccel később Szalánszki szlalomozott a védőink között, majd 18-ról 5 fölé. 19. minútóban Kovács, aki kapusként egyébként elég sokat boklászott a büntetőterületen kívül, ezúttal elvétette a labdát, Soron megszerezte, de kisodorodott, majd csak így visszagurított, érkezett Wagner, de első nem találta a labdát, majd másodjára mellé gurított. Következő percben Wagner szerezte meg tőle a labdát, középre adott, és az érkezők Lencsés 12-ről az üresen maradt kapuba továbbított. Nem tartott sokáig a gólöröm, 25. percben Tóth elfutott a bal oldalon, beadásából Szilágyi estében kapásból 8-ról vétetetlen gólt szerzett 1-1. 30. percben Popovics a 16-os oldalvonától végeztetett a jobb oldali szabadrugást, nem sikerült a figura, így oda lett a lehetőség. 34. percben hazai kapus ismét a mezőnyben járt, Soron megítélt szabadrugás mintegy 40-ről a kapura lőtte, de a labda a léc fölé szállt. 37. percben Szilágyi 18-ról a lövése a védőkről pattant az alapvonalon túlra, sikertelen szöglet után Pekovszki futott el a jobb oldalon, beadását Lencse és Wagner elé tálalta, ki lövésével telibe találta az éppen helyen álló kapust. 45. percben Soron beadása után Wagner fejese céltévesztett. 45+1 percben Popovics szabadrugását vékony fejelte a kapura, védőkről lepattanó labdát Soron szerezte meg, majd földre került, a nézőtérről néző büntetőnek kellett volna következni, de a játékvezető nagyvonalon továbbot intett. Az 50. percben Soron szerzett labdát az ellenfél tér felén, felnézett, és az ismét a 16-os kívül járó kapus fölött 40-ről centikkel fölé ívelt. Az 54. percben nagy előrelódult, 20 méteres lövése a blokkról pattant ki, szöglet után Takács fejjel fölé csúsztatott. 69. percben Soront, Wagnert, Német és Vörös váltotta. A következő percben Popovics csúszott el a félpályánál, gyors kontrát indító vendéglátók négyen vezethették két védő ellen a kapura a labdát, Gassner azonban az utolsó pillanatban remek becsúszással mentett. 74. percben Popovics helyét a sérülésbe felépülő Bori vette át. Két perc elteltével Mayer jobboldali beadását nem sokkal korábban beálló Kelemen lekezelte, és egy csel után 12-ről lőtt, a labda pedig Lapos hátán megpattanva a kapu bal oldalába vágódott, ezzel 2-1. 79. percben gólunk szerzőjét Lencsést Kincses váltotta. 81. percben Német harcolta ki a szabadrugást a kaputól 22 méterre, sértett azonban fölé görbített. 3 perc elteltével Németet gólhelyzetben durván leterítő Balog csak sárgalapos figyelmeztetés kapott, a megítélt 17 méteres szabadrugás Bori fölé lőtte. Hosszabbítás második felében Bori végzett el szabadrugást jobb oldalról, sarokzászló közeléből a védőkről kipattanott Német szúrta rá, de a kísérlet mellé szállt. Ezúttal az elmúlt meccsek szerencse csillaga elpártolt a bicskétől, és egy szerencsés hajrábeli megpattanó lövés után már nem tudta újítani Csordás fiai. Szommer játékvezető időnként vitatható ítéletei sem a vendégeknek kedveztek. A negyedik hely esélye mai magabiztos győzelmével most már az ETO Akadémia. Némi vigasz, hogy az üldöző Puskás 2 csak gól nélkül döntetlen ért el Kaposváron. Így elmaradt az előzés. Kikaptunk 2-1-et a BVC otthonába, de nem játszottunk rosszul, és vereség lett a vége. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót?
Én úgy gondolom, hogy a nagy számú nézőközönség, aki kilátogatott, biztosan nagyon élvezte a mérkőzést. Az elején egy kicsit tompánban kezdtünk, de utána átvettük az irányítást. Én úgy gondolom, hogy ott dőlt el a mérkőzés. Volt 300%-os zicserünk, még üres kapura se tudtuk berúgni a helyzeteinket, utána megszereztük a vezetést. Aztán egy rövid zárlatnál egy oldalbeadás után lemaradt a belső védőnk, meg ott a kapus is nem volt igazából jó a kommunikáció. Kiegyenlített az ellenfél, onnantól kezdve egy nagyon élvezetes, súlyozott mérkőzés volt, mind a két csapat próbálta a kezdeményezést megszerezni. Én úgy gondolom, helyenként remek futball volt az ellenfélbe. Akkor volt igazán veszély, amikor ritmust tudtak váltani. Sajnos az igazságtalanság az élettől, hogy egy olyan góllal tudták megszerezni a győzelmet, ami egy átlövés volt. Szerintem lehet, hogy kapucsem talált volna a labda, és úgy pattant meg, hogy mégis gól lett belőle. Amit el kell mondanom, a csapatomra nagyon büszke vagyok, azért azt tudni kell, hogy ebben a fél évben kettő csapattól kaptunk ki. Az első helyzettől és a második helyzettől. Természetesen még nem tartunk ott, hogy nekünk ezek automatikusan kellene, hogy járjanak ezek a sikerek. Azért büszke vagyok arra, hogy a BVSC-t ugye össze megvertük, most kikaptunk. Én úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk. Van kettő forduló, szeretnénk azt maximálisan megtolni. Jó lenne, hogyha 6 pontot be tudnánk gyűjteni, hogy tényleg egy remek szezon tudjunk zárni, és utána nekiindulunk majd a következő szezonnak. Több olyan lehetőség volt, amiből gólt szerezhettünk volna. Volt olyan szint, amikor 11-es gyanús helyzetben a játékvezető nem ítélt javunkra 11, meg a szabadrugásoknál biztatók voltak azok a szabadrugások, de most nem úgy összpontosítottak a fiúk, ahogy szoktak. Én úgy gondolom, a játékvezető egy bizonyos ideig jól vezette a mérkőzést, utána szerintem átment egy picit arroganciába, nyilván egyre parázsabb lett a mérkőzés egy-egy után, ott egy-egy olyan szituációban nem biztos, hogy nekünk volt szerencsénk, ahogy ítélt a játékvezető. Hozzáteszem, hogy volt két olyan kontránk, hogy mind a kettőször úgy állítottak meg bennünket 18-20 méterre, hogy az ember bizakodott benne, hogy nagyon jó pontrugó játékosaink vannak, hogy esetleg abból gólt tudunk szerezni. Volt szöglet és oldalszabad variációnk is, amiből gólt szerezhettünk volna, volt lecsorgó labda, ami olyan csak gólt szerezhettünk volna, hát amit mondtam, ugye ezek csak azok a pluszok, hogy az első fél időben volt, mondom, 3 üres kapura, nem találtuk el a labdát, meg oldalhálót rúgtunk, azért egy kicsit ez így bosszantó, de összességében nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra. Szerintem is remek teljesítmény nyújtottunk az utóbbi hetekben, hónapokban, illetve az egész tavaszi szezonban. Hát így van, ugye nem nagyon szoktam kiemelni játékosokat, de azért a Pekovszki Misút szeretném kiemelni, hogy ugye tavaly az egész fél évet kihagyta egy buta sérülés miatt, utána nagyon nehezen jött vissza, és ugye amióta visszakerült a kezdőcsapatba, jól emlékszem, 4 meccs óta, azóta remek teljesítményt nyújt, úgyhogy mondhatnék nagyon sok játékost. Én úgy gondolom, hogy most szerencsés edzők közé tartozom, hogy ilyen remek csapatom van. Bízom benne, hogy a nyári erősítésekkel és azzal a filozófiával, ami úton elindultunk, azzal még tovább tudunk majd fejlődni és előrelépni. Meg lesz a 6. hely, vagy az első 4 és a 6 hely meg lesz, hiszen Nagykanizsa, Hátra és a Morfehérvár. Ugye mindig ezek a helyezések, hogy reális, nem reális. Most én is belemehetnék abba, hogy az utolsó 6 forduló vagy 7 forduló volt 4 döntetlenünk, ami abszolút nem volt igazságos, aki látta a mérkőzéseket. Én azt gondolom, hogy egy olyan csapat, aki ez a második szezonja az NB3-ban, tavaly éppen, hogy bent tudtunk maradni, de bent maradtunk, ahhoz képest, ahova előreléptünk. Természetesen menet közben jön meg az étvágy mindenkinek, de én azt gondolom, hogy nem kell túlságosan itt beleélni magát mindenkinek, hogy mi az a helyezés, ami nagyon jó. Én mondom, szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenki büszke lehet most a Bicskére, mindenki büszke lehet az összes játékosra, a stábra, itt mindenkire, aki az egész Bicskéért dolgozik, mert úgy gondolom, hogy a semmiből így fölkerülni a futball térképre és ilyen remek teljesítményt nyújtani, szerintem ez mindenképpen figyelemre méltó. Így van, büszkénk vagyunk a csapatra, köszönöm szépen az interjút, Csaba. Én is köszönöm. Gratulálok a győzelmetekhez, hogyan tudnád értékelni ezt a mai találkozót? Köszönjük szépen, nagyon nehéz mérkőzés volt. Tudtuk azt, hogy milyen a Bicske ellen vereséget szenvedni, mert ősszel sajnos alul maradtunk. Tehát nekünk is azért presztízs kérdés volt az, hogy a Moson-Magyaróváron kívül ne legyen még egy olyan csapat, aki 3-nál több pontot veszel tőlünk. Úgyhogy ebből a tekintetből a mérkőzés jól sikerült, de hát nem a játék szépségéről szólt ez a mérkőzés, hanem inkább a férfias küzdelemről. És annak örülök, hogy a játékosaim átérezték azt, hogy nem csak jó játékkal lehet meccset nyerni, a legjobb jó játékkal meccset nyerni, de vannak olyan mérkőzések, amikor össze kell picit szorítani a fogunkat, küzdeni, és akkor Fortuna, Isten azt, hogy mellénk áll, mert megérdemeljük, hogy mellénk álljon. Történt már olyan, hogy nem állt mellénk,
annak is megvolt az oka, mert akkor nem akartuk annyira, mint ez a mai mérkőzésen, de úgy gondolom, hogy ma minden játékosom, aki pályára lépett, megpróbálta kiadni magából a maximumot ebben a meleg és füllett időben, ami nagyon megnehezítette a játékosok dolgát mind a két oldalon. Azért ezzel a győzelemhez kellett egy kis szerencsés, hiszen egy megpattanó lövésből volt a győztes gólotok. Igen, megpattanó lövésből volt. Én azt gondolom, hogy a játékép alapján azért mi jobban játszottunk, nagyobb nyomást helyeztünk az ellenfélre, és a Bicskének a saját butaságunkból, a saját hibáinkból voltak lehetőségei, ami nem azt jelenti, hogy nem lehetett volna ez a mérkőzés döntetlen, mert benne volt a játékban, és meg kell érteni a játékosaimnak, hogy felelőtlenül, dekoncentráltan nem lehet bizonyos helyzeteket megoldani, és sokszor olyan nagyvonalú vagyunk, hogy az ellenfélnek olyan lehetőségeket adunk ajándékba, amiből saját magunkat hozzuk nehéz helyzetbe. A mérkőzés, az eddigi bajnokságban a mérkőzések nagy részében a mi góljaink az 70-80%-ban kijátszott akcióból beadás, érkezés, tehát gyakorlatilag lejátszottuk végig az akciókat, és a kapott góljaink nagy része pedig olyan buta hibákból adódott, amire meg kell találjuk az ellenszert, mert ha mi el akarjuk érni a céljainkat, már pedig az, hogy bajnokságot nyerjünk, ami több mint valószínűleg idén nem fog sikerülni, ahhoz sokkal kiegyensúlyozottabbnak kell lenni hátul, mert csak stabil lábakra lehet építkezni, komoly falat. Két forduló véget, hol úszott el ez a bajnokság számotokra? Hát nyilván azért elúszott, tehát volt egy riválisunk, aki 3 éve együtt van, és annyira kiegyensúlyozott játékot játszik, ami elsősorban eredményekben párosul. Most azt tudni kell, hogy én 2 héttel a nyári kezdés előtt vettem át a csapatot, és több mint 10 új játékos jött, de lehet, összeszámolnám, akkor lenne 13-14 új játékos. A minőség az van a csapatban. Az érésnek meg mindig megvan a maga ideje. Nem magunkat szeretném most felmenteni, mert nyilvánvaló, hogy nem értük el a célunkat, amit idén kitűztünk. Ebből le kell vonni a következtetéseket. De én azt gondolom, hogy reális esélyünk a feljutásra, nem is így fogalmazok. Ha jövőre nem jutnánk fel, az hatalmas csalódás lenne, azután, hogy ezt az évet, ezt az építkezésre szenteltük. Hát úgy látom, hogy a statisztikában egy hét évről évre jobban szerepeltek, hiszen a tavalyhoz képest már több pontot szereztetek, mint tavaly, ugye több gólt is rúgtatok. Én úgy érzem, hogy az utóbbi 6 mérkőzésen úszhatott el a bajnokságotok, mert 6 meccsből 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség. Tehát ez mindössz 7 pont, ez sokat jelentett számotokra. Hát nyilván, de azért nem lehet ezt így 6 meccsre lebontani, tehát azért... Hát rendben, de tehát az, hogy ez így alakult, azért annak megvoltak az előjelei, meg az előélete. Mm-hmm. Tehát az, hogy előtte nyert a csapat 6 mérkőzés zsinórba, akkor meg azt lehet mondani, hogy akkor viszont BL formában a csapat. Tehát ezt nem lehet így különvenni, hogy azért most ez utolsó 6 mérkőzés. Ez egy hosszú sorozat, megerőltető. Mm-hmm. Itt nyilván nyomás van a játékosokon, nyomás van a csapaton, hétről hétre eredménykényszerben kell játszani, és én azt gondolom, hogy a végére ezt mentálisan egy picit elfáradtunk. Nyilván hozzá párosulnak olyan sérülések, amikről muszáj szót ejteni. A Tamási Zsolt, aki egy meghatározó középpályásom, a Fröhlichról, aki kiesett másfél hónapra. Tehát nem volt szerencsénk sem, de ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor nem biztos, hogy nem ez most a realitás, ahol vagyunk. Sőt, még azt gondolom, hogy 94 ponttal, ha most visszanéznénk azt, hogy NB3-as korábbi bajnokok hány pontot szereztek, akkor azért benne lennénk azokba a csapatok közül, akinek feljutásra van esélye. De semmit sem veszel a Mosonmagyaróvár érdeméből. Megküzdöttünk, most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy mi maradtunk alul, de nekünk az a dolgunk, hogy most erősödjünk meg annyira, hogy jövőre azokat a hibákat, amit idén elkövettünk, azokat ne kövessük el. De gondolom ahhoz, hogy jövőre fölkerüljetek, egy-két helyen azért erősítésre lesz szükségetek.
Hát nyilvánvaló, hogy nyáron le fogunk majd ülni a vezetőkkel, és átbeszéljük azt, hogy hol fér még rá erősítés a csapatra. Nem tudjuk azt, hogy kik lesznek a távozók. Nyilván a távozóknak a tudatában határozza meg az ember, hogy milyen típusú érkezőket szeretne. Nekem azért vannak elképzeléseim, de a stabilitás az, ami ennek a klubnak a mottója. És azért ebben a csapatban egy éves munkánk benne van, tehát annak a munkánk igazán jövőre fog beérni a gyümölcse, amikor még összeszedettebbek, még jobban összeért csapat fog majd kifutni a pályára. De nyilvánvaló, hogy lesz, tehát olyan csapat nincs, aki nyáron ne igazolna. Tehát... Meg egy utolsó kérdésem. A Kokenski Norbert 41 gólos, ugye, és rúgtatok 92 gólt. Jelent ez a csapat életében valamit? Kokenskinek ez a gól erős játéka? A csapatra épültek? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Hát, most azt mondom, nem jelent semmit, akkor azt nem fogják elhinni nekem a nézők. Hát nyilvánvaló, hogy most van egy ilyen játékos, aki ennyi gólt lő, de az, hogy ennyi gólt tudjon lőni, van egy csapat mögötte. Tehát ez egy csapatjáték. Szerencsére a Kokénak megtaláltuk azt az ideális pozíciót, meg ő kivirágzott a BVSC-nél, és jó játékot produkált. Nyilván össze kellett hangolni azt, hogy hogyan tud ez igazán jól működni, milyen játékrendszer, kinek melyik a legerőnyösebb pozíciója, de most, hogyha a Kokernak a 41 góljáról beszélünk, akkor mellette a Szalánszkának meg van 30 gólpassza, de csak arról senki nem beszél. Tehát, hogy ez egy összetett dolog, de nyilván ahhoz meg kell mondjuk a Kovács Berendek, aki meg lehozott 16 meccset, kapott gól nélkül a kapuban. Szóval tehát mindenkinek hozzá kell tenni a maga munkáját, nyilván egy támadó, egy befejező csatár, ha jól játszik, gólokat lő. Egy belső védő, ha jól játszik, akkor nem kapunk gólt. De mindig arról fogunk beszélni, hogy van egy 9-es, egy góllövő csatár, aki ennyi gólt lő, de nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy ez az egész ez működni tudjon, hogy egyensúlyban legyen, ahhoz meg kell lenni a csapaton belül az a fajta kapcsolatrendszer, és tisztában legyenek a játékosok, hogy kinek mi a munkája, és ez ugyanolyan fontos ahhoz, hogy a végén a Koke az íjra föl tudja tenni a pontot. Csak azt akartam hangsúlyozni ezzel, hogy NB3 is ilyen erős mezőnyben 41 gólt rúgni, azért ez dicséretes dolog. Nem sok helyen, meg nem sok csapatnál tapasztalható ilyen. Kiemelkedő. Ákos, hát köszönöm szépen ezt a szabadalmas interjút. Sok sikert kívánok nektek. Idejében már nem tudjátok menjen, de a bajnokság, de akkor kívánom, hogy jövőre legyetek bajnokok, nem a mi csoportunkban. Köszönöm szépen. Matematikailag még idén is megnyerhetjük, úgyhogy igen. Kisebb csoda kéne hozzá. De a András Idelem biztos nem fog x-elni. Hát lehet, hogy András Idelem megtáltosodik és agyonveri az óvárt. Javítási lehetőség a 2021-22-es bajnokság utolsó hazai találkozóján, május 22-én vasárnap 18 órától a mindig veszélyes Kanizsa ellen.